Szeretettel köszöntök mindenkit mai estünkön, amelyiknek a vendége Tóth László. Köszönöm szépen! Jó estét! Tóth László író, költő, szerkesztő, irodalomszervező. Költőként indult anno az Egyszemű Éjszaka című verses kötetben, ha jól tudom, az volt az első megjelenés 1970-ben, és azóta az irodalom területén maradt és ott alkot. A mai előadása, illetve majd utána esetleg a beszélgetésünk Péri Rezsőről fog szólni. Péri Rezső pozsony szülötte, és azért választottuk ezt a témát, mert annak idején arról beszélgettünk, hogy pozsony híres szülötteit fokozatosan bemutatjuk a kaszinó tagjainak. Hogy ki is volt Péri Rezső, ezt majd Laci elmondja. Nagyon érdekes és fontos személyiség volt, főleg a szlovákiai magyar szellemi élet fenntartásában, ugye a háború után, de ezt majd mondd el te. Megjelent néhány könyv is, éppen Péri Rezsőről, Tóth László szerkesztésében, Haraszti Mária kiadásában. Ezeket azért hoztuk el, hogyha valakit a téma megragadna, akkor a könyvek megvehetők. Úgyhogy tessék parancsolni, az itt tiéd a szó. Kezdjük egy önéletrajzzal. Életrajzi adataim. 1910-ben születtem Pozsonyban, Magyarország egykori fővárosában. Apám szülész és nőorvos volt, édesanyám tanítónő, amikor egybekeltek. A szülői házban épp úgy türelmes és emberséges szellemben neveltek, mint később az állami reálgimnáziumba átkeresztelt Pozsonyi Evangélikus Liceumban, ahol középiskolai tanulmányokat végeztem. Ez évek folyamán egy életre szóló ösztönzést kaptam a kisebbségi cserkész mozgalomtól. Kitűnő vezetőnk, Hornyák Odiló, remek vezetőnk is és idősebb barátunk volt. Csapatában mi, gimnazisták, együtt nőttünk fel munkások és szegény emberek iparos tanulófiaival. Ez nagyszerű oltás volt az osztályelfogultság ellen, s jó iskolája az emberi megbecsülésnek és tiszteletének. Nyári táborozásaink és mozgótáboraink megismertettek bennünket a bérces sziklás felföldi haza népével, és elragadóan szép akkor még vattájaival. Az érettségi nyaráink a nagyszünetek második felében társaimmal együtt közel 3000 kilométert jártunk Szlovenszkó, akkor még színmagyar területén, tanyáról tanyára, faluról falura. Dűlőneveket, tájszókat, rigmusokat gyűjtöttünk útközben Bátki professzor, a jeles etnográfus számára. Közben persze lelkes erővel igyekeztünk megismerni a földművelőnét, életkörülményeit, bajait és szellemi emberi habitusát, a falusi értelmiség világát, amennyiben mindez megmutatkozott előttünk. Ekkor már a cserkész mozgalomból ifjúsági mozgalmat alakítottunk ki, egy zseniális idősebb társunk Prágában és Pozsonyban megalakította a magyar egyetemi hallgatók Szent György kör, majd Sarló nevű csoportját. Ezek a diákcsoportok a kisebbségi magyar társadalom messze menő szociológiai és társadalmi reformját tűzték ki célul a társadalmi valóság tanulmányozása és tudatosítása alapján. Ez a tevékenység foglalta le, töltötte be ifjúságom éveit, amíg a radikalizálódás sajátos szenvedélye és a kommunista párt velünk szemben megnyilvánuló féltékeny türelmetlensége nem robbantotta fel nemzedékünk egységét, s a polgári jövőgondja nem késztetett külön utakra bennünket. A szlovenszkói fiatalság egyik ifjú képviselőjéként persze a felnőttek életében is korán vettem részt. A sors véletlene folytán így kitűnő magyar szellemi emberektől kaphattam gyermekfővel, bátorítást és ösztönzést Móricz Zsigmondtól, Szabó Dezsőtől, Antal Sándortól, Bartalajostól, Kassáktól, majd Babits Mihálytól. Érettségi után előbb a Prágai Egyetem filozófiai fakultásán töltöttem egy fél évet, majd a Pozsonyi Komenszki Egyetemen tanultam, és kaptam tanári diplomát a magyar filozófia francia szaktárgyra. Egyetemi hallgatóként hosszabb, rövidebb tanulmányutakkal Párizsban, Bécsben, Prágában igyekeztem szellemi látókörömet tágítani.
Közben cikkeket, karcolatokat, bírálatokat, tanulmányokat írtam szlovenszkói lapokba és folyóiratokba, s a Pozsonyi Magyar Újságnak voltam egyik vezető publicistája. 1938-ban tanári állásomat elvesztve a Pozsonyi Esti Újság, majd Magyar Hírlap olvasó szerkesztője minőségében vészeltem át hihetetlen szerencsével a háborús esztendőket. Az összeomlás után Gyöngyösi miniszter átvitt Budapestre, ahol a Külügyminisztérium nagyheti lapjának, az Új Magyarországnak volt a munkatársa, ami másfél esztendő múltán Nagy Ferenc jó indulata vissza nem tanácsolt a tanári pálya csendes anonimitásába. Mert a kitelepítés, népcsere, kisebbségvédelem ügyéről nem lehetett immár magyar nyelven elmélkedni. Tanár, majd rövidesen gimnáziumi igazgató lettem, előbb az Isten háta mögötti Moson-Magyaróvárt, majd a romjai ellenére is ékes és szép Sopronban. Az 56-os felkelésben való aktív szereplésemért 10 napig a város választott polgármester helyettese voltam. Ebből a gyönyörű kis városkában ilmultam neki a Managy kötfoltnak, amely minden emigráció kezdete. Másfél esztendei átmeneti nevelői és tolmácsi tevékenység után kijöttem a már előbb Stuttgartban tanári állásvállalt feleségemhez. Itt rövidített menetben az itteni könyvtárosi szakközépiskolán szereztem diplomát, és a Reitlingeni Pedagógiai Főiskola alapító könyvtárosa lettem. Itt dolgoztam 1973-ig, még egy súlyos szívizomszakadás nem küldött nyugdíjas sorba. 1957 óta a szabadszólás lehetőségével örömmel élve újból írni tudhattam, már amennyire ezt a könyvtárépítés nehéz munkája megengedte. Idekülne egy francia nyelvű könyvemet jelentette meg a brüsszeli Nagy Imre Intézet. Cikkeket, elmefuttatásokat, vázlatokat, tanulmányokat írtam a Szemle, a Nemzetőr, az Irodalmi Újság, a Bécsi Magyar Híradó, a Müncheni Magyar Rádió és az Új Látóhatár számára. Első kis kötetecském Pozsonyban ezzel a címmel jelent meg. Perem magyarok az idősodrában. S ma látom csak, egész életemet a magyar élet peremén töltöttem, kisebbségben, belső és külső emigrációban, ami nem rossz hely annak, aki segíteni és szolgálni szeretne, ha már az emberiséget nem éri el népének és megalázott szegény kis hazájának. Amint azt szerettem volna cselekedni magam is, immár egy hosszú, kalandokban, meglepetésekben, változatokban és gyötrelemben nem szegény élet folyamán. 1976. Köszönjük kívánok! 1988-ban nem is tudom minek a kapcsán kerültem először ismeretségbe vagy kapcsolatba Péri Dezsővel. Akkor még én Pesten éltem, és az Országos Széchenyi Könyvtár zárolt könyvek osztályán, mint nyugati vagy tiltott irodalomhoz lehetett csak hozzájutni a három kis füzetkéjéhez, illetve azokhoz a lapokhoz, amelyekben, nyugati lapokhoz, amelyekben viszont annál sűrűbben publikálta írásait. És most, hogy erre a kis életút ismertetésre, illetve beszélgetésre készültem, most jöttem rá, vagy ébredtem rá hirtelennyébe arra, hogy én most tulajdonképpen annyi idős vagyok, ahány év Péri Dezsőnek az életből kiszabadott, 67 éves korában, 1977 novemberében halt meg emigrációban. Én pedig ez év szeptemberében fogom a 67-et tölteni, hogy két különböző világ, két különböző személyiség, két különböző időszámítás, hogyan találkozhat egymással az idők ködén át, vagy az idők sodrában, és az identitások, hogyan, ez esetben mondjuk az enyém, hogyan épülhet rá korábbi identitásokra, hogyan erősödhet meg általa, és
nem véletlenül mondtam ezt a személyes párhuzamot, bár nem szeretnék 67 éves koromra követni az ő példáját és meghalni, de egyben bizonyos vagyok, hogy az, aki 67 éves koromra lehettem, az nem lettem volna, nem lehettem volna nélküle. Most itt a Halaszti Mária által felolvasott önélet rajzhoz néhány ilyen egyéb szemelvényen részlettel szeretnék az élet és sors egy-egy vonatkozására fényt vetni. Ugye 910. március 27-én született, tehát most már 107 éve, túl vagyunk jóval a 100. születésnapján. Eredeti családnevén Limbacher Dezső, a két világháború közötti csehszlovákiai és a második világháború alatti szlovákiai magyar irodalom és művelődés jelentős személyisége. Egyik emlékezésében élete három sarokpontjának nevezte, hogy Pozsonyban született, polgárnak született és magyarnak született. Felületes pillantásra, amilyen egyszerű e tekintetben a helyzet, a közép-európai létezés és sors szörnyű, sűrű szövevényeit rejti magában. Péri ugyanis első generációs polgár és a nagyapja még nem tudott magyarul. Ha ehhez hozzáveszünk, hogy az 1956 utáni emigrálását követően Sopronban született, ám már Németországban fölnevelkedett fia már nem tud magyarul, családja e négy generáció alatti kétszeri nyelv és kultúra váltás hátterének, történelmi, társadalmi, lelki okainak, motívumainak tanulmányozására is külön alkalmat adhat. Írónk nagyapja, bár gondolom, hogy még a családot, az idősebbek még talán volt szerencséjük személyesen is ismerni, ha előbb jól hallottam, az előadás a műsor előtt van itt régi tanítványa is, Péri Dezsőnek. Író nagyapja nagyon mélyről a társadalmi lét legaljáról küzdötte fel magát az 1880-as évektől kezdődően néhány évtized alatt a polgári jólét viszonylagos biztonságában. Író kapja. Német származásokra utaló családnevük a Limbacher, Limbachi, a Pozsony melletti egykor német ajkú bortermelő faluval, Limbachkal hozza őket kapcsolatba, de Péri nagyapja, Limbacher Sámuel már Pozsonyban tenkedte szűkös életét, majd egy véletlennek köszönhetően az aponyi család lengyeli birtokára került Kulcsárnak, ahol aztán a kocsisinasként ugyanígy szolgáló éleseszű fiára, írónk édesapjára, felfigyelt a diplomáciai pályától lengyeli birtokára visszavonult jelentős magyar tudós, bibliofília és ungarika gyűjtő, bibliográfus, Aponyi Sándor gróf, és saját költségén a pozsonyi líceumba küldte tanulni Kulcsárának eszes fiát, ami végképp eldöntötte későbbi sorsát, s a gróf fedezte a fiatalember 1898-ban befejezett tanulmányait is a Budapesti Orvostudományi Egyetemen. Édesapja, idősebb Limbacher Dezső, szegény sorú, német ajkú kovácsinasból lassan, észrevétlenül, kényszer nélkül lett magyarrá, budapesti egyetemi évei alatt pedig a liberalizmus elveivel is alaposan megismerkedett, s Eötvös József hívei közé szegődött. Anyai ágon nagyanyja részéről
éli felmenői régi gyökenű felvidéki nemesek voltak, akik azonban már nem elsősorban a birtokukból éltek, hanem értelmiségi hivatásukból, s mint tanárok, papok, bírák, tisztviselők tartották el magukat. Anyai nagyapja, és az ő révén a szlovák elem is megjelenik a családtörténetben, amint anyai nagyanyja, és az ő révén a szlovák elem is megjelenik a családtörténetben, miként apai nagyapja is meglehetősen alulról, a nincstelenségből egy erdész fiaként küzdötte fel magát a középosztályba, és szerzett saját erejéből tekintetes vagyont magának, többek között nyitrai hengermalmával, amit aztán később ugyancsak saját erőből gyorsan el is hertált, és újból elszegényedett. Felesége, Péri nagyanyja ekkor radikális lépésre szánta el magát. Pozsonyba ment, és kitanulva a szülésznői mesterséget, a bábaképző intézetben helyezkedett el, és kezdte tanítani gyermekeit. Egyik lánya Anna, Péri édesanyja, tanítónő, a másik színésznő lett, a fia pedig egy olaszországi kolostorban papnak tanult. Írók édesapja, frissen, ezekre azért beszélek, mert ezek olyan leáliák a valamikori pozsonyi világnak olyan valóságai, amik ma már egyre kevésbé megfoghatók és egyre kevésbé tetten érhetők. Frissen végzett szülészorvos nőgyógyászként került vissza a magyar fővárosból Pozsonyba, ahol a bábaképző intézetben helyezkedett el, s itt ismerkedett meg főnővére lányával, Péri Annával, akit később feleségül vett, és három gyerekük született. Két nővére mellett Rezső volt a legkisebb, aki 18 éves korában vette föl az általános hiedelem szerint édesanyja után a Péri írói nevet, ám ez bizonyos kéziratos műveinek meg 18 éves korában írt publikálatlan naplójának, ami bennek a szövege benne van ebben a itt látható kötetben. A tanúsága szerint nem az édesanyja, mert ő nem Péri Anna volt, hanem Péri. Tehát nem az édesanyja nevét vette föl, hanem egy 18 éves kori serdülő, vagy már-már fiatal emberi példa és eszmény képének, az ibzeni hősnek, a Perzsintnek a nevét alkalmazta magára, hogy ő tulajdonképpen perzsinti Rezső. Tehát egy olyan életérzésű fiatal, egy életből akkor éppen kiábrándult, ugyanakkor mégis csak nagy reményeket, szöveget fiatal ember. Egyidejűleg a fiatal orvos csak hamar arra szolgatni kezdett a szakmai társadalmi ranglétán fölfelé, és viszonylag rövid idő alatt a város egyik köztiszteletben álló személyisége lett, aki nem csak szülésznő gyógyászként tetszett széleskörű ismertségre, a mai Szlovákia területén ő alkalmazta például először a császármetszéses szülést az 1900-as évek elején. 1913-tól ő volt továbbá a pozsonyi orvosi természettudományi egyesület orvosi szakosztályának titkára, 17-től az egyesület megszűntéig elnöke, 13 és 25, 27, valamint 31 és 38 között szerkesztette annak folyóiratát és több más egyéb szakfolyóiratot is. De Álpor volt, alapító tagja volt a Magyar Tudományos Művészeti és Irodalmi Társaságnak, a közkeletű nevén a Masaryk Akadémiának, továbbá
és erre még lehet, hogy szintén emlékeznek, ismert rózsanemesítő is könyvet írt a rózsákról, amelyet a rózsákról szóló szakirodalom máig jegyez, és az ő érdeme az egykor messzeföldön híres ligeti rózsakert, amit én 60-as évekbeli pozsonyi diákkoromban már sajnos nem ismerhettünk, csak nagyon nyomaiban. A rózsakertet, az ő nevéhez fűződött az ottani rozárium kiépítése, szökőkútakat építettek, de például ez is kevésbé ismert, viszont a szlovák fényképészet, a magyarországi, meg a szlovák fényképészet történet is számon tartja. A színes technika első közti alkalmazásával a hazai fototörténetbe is beírta a nevét. Egy berlini nemzetközi fotokiállításon első díjat nyert a színes felvételeivel, és egy időben a Pozsonyi Városépítési Egyesületnek is ő volt az elnöke. És ennek az embernek, aki ennyit tett Pozsonyért, és Pozsonyban van eltemetve, Kecskeméti utcai temetőben, tudtommal már egy nem őrzi sem egy tábla, sem semmi, sem egyesület, sem diáklub, sem akár a szlovákok részéről egy szakfolyóirati cikk a nevét. Írók édesanyja pedig, aki tanítóként nemzedékeket nevelt föl, nőegyleti, illetve cserkész mozgalmi munkájával tüntette ki magát. A feltörekvő és a polgári értékek védelmezőjeként ismert, sokak által becsült családot a pozsonyi, illetve a csehszlovákiai magyarság életében mélypontot jelentő 1945-48 közti évek magyar üldözése zirálta szét. Dr. Limbacher Dezső 1947-ben bekövetkező halálát, a fia akkor már, a lánya is, a veje is akkor már Magyarországon élt, oda üldözték át őket, és úgy kellett vámosokat és egyéb határőröket lefizetve átszöznie a határon, hogy részt vehessen. Ez nincs így, mert a Lodó az itt élt, a lánya. A másik az Magyaróváros, de a Lolo itt élt. Igen, de a Garzújnéről beszélünk. Most Garzúj Ferenc, aki ennek a Limbacher Ezsőnek az unokája, tavaly itt volt előadni, különben Szombathelyen. A szombathelyi orvos, és két szakosítása van, ő nekünk le is vetítette a Limbacher Rezsőnek a rózsakertjét, meg a saját gyerekkori képeket, mert amikor aztán átkerültek Moson-Magyaróvár, ő az unokája volt. És a Péri Rezső, azért merem mondani, az nagybátyja volt. Igen. Tehát és itt volt, és elment megnézni a szüleinek a lakását, ami ott van nem messze a Stefánia útról lettél le, és ott éltek ők, és ide járt, mint unoka hozzájuk. Úgyhogy ő is szépen így emlegetett mindenkit. Igen. Szépen most összealakul a kép. Van egy fia Bécsen, és az szintén igen. Ilyen természettudományos. Ő meg orvos. Patológus orvos. Igen. Úgyhogy úgy kellett átszoknia az édesapja temetésére, és akkor ezt az útját követően írta le azt a döbbenetes mondatot, pedig még csak két évvel vagyunk a 20-25 évvel a Trianon után, illetve két évvel a magyar üldözések megkezdése után, hogy hiszem, hogy valamelyik magyarországi lap, ebben a könyvben is benne van, jelent meg, hogy Pozsonyban készültem vissza, de Bratislavába érkeztem meg, hogy ez a Pozsony, ez már nem Pozsony, hanem Bratislava. Na most nem akarom ezt tovább rakozni, hogy akkor mi mit mondjunk mai napság. Itt picit majd átugrok életrajzi tényeken, mert az önéletrajzban elhangzott.
Pérédeső 1946-ban Budapestre menekült, a Dunán keresztül mocsi halászok vitték át őt, hogy onnan próbálja tevékenységével, kapcsolataival segíteni az otthoni üldözötteket, és egyik nővére, dr. Garzúj Ferencné családját, ugyancsak ugye ő Eszterházy Jánosnak volt a gazdaság, tehát a Magyar Párt titkára és gazdasági igazgatója vagy főnöke. Ugyancsak Magyarországra űzték a csehszlovák hatóságok, ahol Moson Magyaróváron telepedtek le. Később Béli is itt tanított egy ideig, majd a soproni Bersenyi Dániel gimnázium igazgatója lett, ahonnan 56-ban a szerepvállalása miatt feleségével és 4 éves kisfiával, mindenüket hátrahagyva, előbb Ausztriába emigrált, majd Stockholmba telepedett le. Két érdekességet mondanék itt. Moson Magyaróvárt azért szerette, Moson Magyaróvárt is azért szerette, pedig Isten háta mögöttinek nevezte az önéletrajzába, mert közel volt Pozsonyhoz, és ugyanaz a Duna folyt a város mellett. Sopront meg azért választotta, mert népességével, polgári milliójével, a két nációjával, a magyar és a német náció és kultúra keveredésével, történelmi múltjával, mert ugye tudni a történelemből, hogy országgyűlés is volt, valamelyik országgyűlés ott ülésezett Sopronba. Azért választotta Sopront, mert hogy leginkább emlékeztette őt Pozsonyra. Viszont amikor Németországba ment Stuttgartba, és a Leutlingeni főiskolán vállalt állást, az közel volt a Fekete Erdőhöz, és valamelyik emlékezésében írja, hogy gyakran, tehát azért szeret ott lakni, mert sűrűn el tudnak járni a Duna forrás vidékéhez. És még egy érdekesség a soproni, illetve 1956-hoz a felesége egy a másik soproni gimnáziumban tanított, de Péri nem csak a családjával, tehát a feleségével és a 4 éves kisfiával döntött az emigrálása mellett, hanem tanár voltát bizonyítja, igazolja az is, hogy az egész osztálya, osztályfőnökként, egész osztálya követte őt az emigrációba. Tehát tulajdonképpen a Péri gimnáziumi osztálya együtt emigrált az osztályfőnökével. Itt Stuttgartban hunyt el 67 éves korában, s neve talán egyedüliként magyarul szerepel a stuttgarti temetőbeli fejfáján, Rezső Périként. Özvegye, aki még hűségesen ápolta férje és családja emlékét, magam is elég szoros kapcsolatban voltam vele, és minden segítséget megadott a kéziratoktól, személyes emlékeken, levelezéseken keresztül a Péri életművének a föltárásához, mert akkor még Magyarországon nem volt elérhető, később aztán ő úgy rendelkezett, hogy az Országos Széchenyi Könyvtár kézirattára vásárolta meg a Péri hagyatékot, és tulajdonképpen én az első között még földolgozatlan állapotában, akkor még a kutatókat nem engedik a hagyatékokhoz, de én egy különleges családi engedéllyel földolgozatlan állapotában tanulmányozhattam a hagyatékát, és még ez egy érdekes, bár nem ide tartozó vonatkozás, hogy a
az Országos Széchenyi Könyvtárának az alkalmazottjai közül egy bizonyos Méri Tündérre bízták a hagyaték feldolgozását, aki nagy magyar is születésű, nagy magyarról házasodott Budapestre. Másik Pozsonyban maradt nővére, vagy 10 éve halt meg, gyermektelenül, így a Limbacher Péri család magyar ágát, Mosonmagyaróvárra telepedett nővérének két szombathelyen, illetve jelen tudomásom szerint Pécset élő tudós kutató fia viszi tovább. Péri Dezső személyében a 20. századi csehszlováki magyar irodalom első 2-3, 18 és 38, valamint 38 és 45, illetve 45 és 48 közötti szakaszának jelentős alkotóját, hanem az, tehát nem csak a magyar irodalom, szlovákiai magyar irodalom jelentős alkotóját, hanem az 1956 utáni magyar emigrációnak is egyik köztiszteletben álló közíróját, kiemelkedő esszeistáját, az elmúlt század magyar irodalmi és közéleti politikai esszéjének egyik legrangosabb képviselőjét tiszteljük, pontosabban tisztelhetnénk. Egyik szerkesztője, Tollas Tibor, nemzetörveli jegyzetében egyenesen idézem, a Németh László utáni évjáratok legnagyobb esszéistájának nevezte őt, Szabó Zoltán pedig a 20. század egyik szintén legnagyobb magyar társadalomról kutatója, esszéistája, emigránsa és esszéírója, több mint 60 oldalas esszében méltatta Péri írói erényeit. Ám bár a különböző lexikonok, irodalomtörténeti összefoglalók egy-egy szócik vagy említés erejéig számon tartják és értékelik munkásságát, írói és emberi minőségei, élete és életműve az 1989 óta eltelt most már lassan 3 évtizedben ennek ellenére sem kapta meg azt a figyelmet és elismerést, amely joggal megillethetné. Például az, hogy a centenárium alkalmából alig jelent meg róla szélesen nagyhazában, kishazában, nagyhazában méltatás, és leszámítva a soproniak megemlékezését, szinte teljesen visszhangtalanul múlt ki a centenárium, a pozsonyiak között vagyok, elmondhatom itt a szülővárosában is, tudtommal. Már csak egy részt, jellegzetesen magyar írósors az övé, jellegzetesen közép-európai. Még az osztrák-magyar monarchiában, Magyarországon született, ahol azonban 8-9 évesen már az országváltás életre szóló döbbenetével is meg kellett ismerkednie, és nem különben a halál közelségével, amikor egyszer hirtelen a szülővárosát elfoglaló idegen legionáriusok szuronya előtt találta magát, új hazáját, melynek létrejötténél más nemzetek asszisztáltak, Csehszlovák Köztársaságnak hívták. Így lett Péri később felserdülve a két világháború közötti csehszlovákiai magyar ifjúsági eszmélkedés, Mari olvasott erről, ezen belül pedig a Sarló egyik hangadója, majd így lett az 1930-as évek fiatal kisebbségi irodalmának figyelemre méltó személyisége, és a II. Világháború idején Pozsonyban a Szlovákiában maradt maroknyi magyarság egyenes tartású, bátor kiállású, a fasizmus térhódításával is szembe helyezkedő szószólója.
Ekkorra, 28 évesen, már másodszor szakadt rá az országváltás traumája, bár továbbra is szülővárosa lakója maradt, és az maradt 7 évvel később is, tehát itt a visszacsatolásról, ahova a Limbacher család nem ment, itt maradt, és nagyon szép esszély sorozatban búcsúzik azoktól, a visszacsatolt magyaroktól, akik tehát az a szerencse, vagy az osztályrész jutott, hogy Magyarországhoz kerültek, illetve döbbenetes hangvételű eszében írja rá azt a bécsi tárgyalások idején, a pozsonyi, a komáromi tárgyalások idején a pozsonyi családoknak azt a várakozását, hogy vajon milyen döntés születik, marad-e Pozsony, vagy megy-e Pozsony. Mert ugye volt egy olyan elképzelés is, hogy Zsolna lesz a főváros, hogyha Pozsonyt elcsatolnák, de végül is aztán maradt. Tehát ez egy számára egy olyan negatív országváltás volt, amikor ő nem váltott, nem válthatott országot. És az maradt 7 évvel később is, amikor a történelem erői visszaállították feje fölött a korábbi Csehszlovák köztársaságot, mely ekkorra már az államirányítás és állami élet szintjére, tehát törvényerőre emelte féktelen német és magyar ellenességben Dobzsorod. Ekkor szánta rá magát Péri, hogy újabb, ezúttal félig meddig önkéntes országváltással a háborúbeli veresége folytán romba döntött és porba alázott Magyarországra menekül, ahol és ott is a csehszlovákiai magyarságot sújtó tragédia következményeinek enyhítésére, a hazájukból elüldözöttek sorsának megjobbítására igyekezett fordítani minden elejét. Aztán Rákosié hatalom átvételét követően ott vonult belső emigrációba, előbb ugye volt Rózsaszor Moson Magyaróvárot, majd Sopronban. Az 56-os forradalmat megelőző időkben Nagy Imre hatalomra kerülése után ismét kivirult cikkeket, főleg pedagógiai cikkeket kezdett publikálni, az ifjúságnevelés kérdéseivel kezdett foglalkozni. Nagy Imre első bukása után ismét bezárkózott, amely bezártságából az októberi napok politikai eseményei rántották őt ki. Ebből is látni, alig ha van magyar író, aki a részben kényszerűségből, nagy részt azonban erkölcsi tartásának köszönhetően oly mértékben a saját bőrén tapasztalta volna meg a 20. századi magyar lét minden változását, változatát, mint ő, aki élete során egyként volt államalkotó nemzet, nemzeti kisebbség és diaszpóra tagja, csehszlovák, szlovák, magyar, osztrák és nyugat-német állampolgár, jogfosztott, hontalan és menekült. Tősorolni is sok, de még átélni. A két világháború között demokrata érzelmei és meggyőződése miatt évekig nem tehette be a lábát Magyarországra, a második világháború után a csehszlovákiai magyarság tragédiája űzte menekültként Magyarországra, ahonnan 1956-ban a magyarság újabb tragédiája kényszerítette újbóli menekülésre. Ez itt előttem, ugye 1925-ben, 26-ban jelent meg a pozsonyi híradóban
Arkauer Muki bácsi híradójában, Arkauer István egykor a nyugat-magyarországi híradóból átmentett, és Csehszlovákia is itt ott híradójában az első írása nyomtatásban, és az utolsó írása az halála évéből való, de 1977-ből, tehát tulajdonképpen az írói pályája fél évszázadot fog át. Na most ez itt fél évszázad írói termése, hogy ne mondjam, a mennyiség alatt nem szakad le az asztal. A súly alatt, hogyha itt nem ilyen teli lábú, hanem négy lábú asztal lenne, talán remegnének azok a lábok. De ebből is életében mindössze két könyvecskéje jelent meg, illetve három, mert a magyar forradalomról, revolúció és forradalom és ellenforradalom Pannóniában című esszéje franciául, tehát nem magyarul, franciául megjelent Belgiumban a Brüsszelben megjelenő Szemle című társadalom, emigráns társadalom politikai lapnak a külön kiadványaként, és élete végén a Requiem egy ország részén című, nagyon szép című és nagyon szép tartalmú könyvében foglalta össze tulajdonképpen a Pozsonyhoz, Felvidékhez, Szlovákiához, magyarsághoz, családhoz, nyelvhez, nemzethez, kultúrához kötődő vallomásos esszéit, és még ő készítette sajtóban alá, még a korrektúráját saját maga végezte el a malomkövek között szintén jellemző és kifejező című kötetét, cikkgyűjteményét, amelyet viszont már halála miatt nem vehetett kézbe. Halála után, csak 1989 után is indulhatott meg, mert sem Csehszlovákiában, sem Magyarországon nem lehetett leírni a nevét, főleg Csehszlovákiában. Magyarországon még a sargós múltja, meg a baloldali múltja okán, mint a sargós ifjúság egyik vezetőjét leleírták itt-ott a nevét. Viszont életművének a föltárása, a rehabilitálása az a 89-es rendszerváltás után indulhatott meg. Rögtön az első években Kövesdi János, itt van egyébként Péri Rezső stuttgarti sírköve, aki bizonyítva van Rezsőként írva és nem Rudolfként a neve. Kövesdi János, aki úgy tudom, hogy meghalt néhány évvel ezelőtt, kiadója 1993-ban a meglévő két könyvecskéjéből válogatott össze egy szlovákiai terjesztésű füzetkét, és utána mi Filek Tamás Gusztávval bevettük magunkat a létező pesti könyvtárakba, Debreceniben, ahol Péri írást, vagy olyan lapot gyanítottunk, amelyben Péri Rezső írását fedezhettük, találhattuk. 8 ország, 9 ország, 28 sajtójának, újságjának, folyóiratának a folyóiratát tanulmányoztuk át, néztük át. Az azokban publikált írásaiból válogattuk össze a Kaligram kiadónál, állítottuk össze
a Kaligram kiadónál 1994-95 és 96-ban megjelent, azóta is egyedül, sajnos egyedülálló életműve válogatását, melynek első kötete a Gondolatok a tehervagonban volt, avagy Védőbeszéd a szlovákiai magyarok perében. Ez a két háború, illetve a 45-48 közötti publicisztikáját tartalmazza, azért az időszakét, amit még sokszor ma is hajlamosak vagyunk szlovákiai magyarok a hallgatás éveinek nevezni. Jól lehet dokumentumok százai és publikációk, kéziratok garmadája bizonyítja, hogy bizony nem hallgatott és nem tűrte némán az őt ért megaláztatásokat és szenvedéseket a szlovákiai magyarság. A második kötetben a két háború közötti visszaemlékezéseit, újságcikkeit soroltuk be, és a második világháború alatti Pozsonyban írt cikkeit. Ennek a címe a Végzett bábjátéka, avagy Pelem magyarok az idősodrában. Ez egy nagyon nagy fontosságú tanulmánya a 20 kisebbségi esztendőt áttekintő tanulmánya Pédi Dezsőnek, és a harmadik kötetben Európa önvédelme, avagy Magánbeszéd az egyszemélyes hazáról címmel, a magyar, részben a magyar irodalomról írt írásaiból adtunk egy válogatás, részben pedig az emigrációs publicisztikájából. Már maga ez is, illetve annak idején megjelentek egy irodalomtörténetben is ilyenek, hogy viszonylag keveset dolgozott, most nem befejezem, viszonylag keveset dolgozott, már maga ez az írdatlan publikált folyóiratban megjelent cikk mennyiség is azt jelenti, azt sugalta, vagy azt bizonyította számunkra, hogy élete végéig napi rendszerességgel utolsó órájáig dolgozott, és az ezzel halála után megjelent könyvekben elmondható, hogy még mindig csak életműve töredéke található meg, ha lenne hozzá erő, ember, alkalom, pénz, stb., akkor még 4-5 kétettel lehetne gyarapítani a kötetbe kívánkozó írásainak a számát. Szalatnaival folytatott, ugye pozsonyiak tudják, és mindenki életük végéig a legjobb barátok voltak, Szalatnaival folytatott levelezését Filip Tamás barátom önállóan állította össze, az látom megvan neked is, Kedves Rezső, drága bió címmel, illetve amit a kezemben tartok, ez egy olyan könyve, Szemben az emlékekkel, olyan Péri Dezső által írt könyv, amit Péri Dezső nem írt meg. Tudnélik, Péri az emigrációban, a különböző emigrációs lapokban különböző összefoglaló címekkel sorozatot közölt, de olyan értelemben úgy kell ezt érteni, hogy a sorozat egyik darabja itt, a másik darabja Amaz újságban jelent meg, a harmadik darabja meg sem jelent, de kéziratban találtam meg, de mindegyiknek megvolt a maga belső, a másik utáni, vagy ez előző utáni logikája, sőt, még bizonyos darabjait maga számozta meg. Tehát olyan előfordult, hogy egy sorozatból megvolt a hatodik, meg a nyolcadik. És volt egy hetedik is, de arra nem írta rá, hogy az a hetedik rész, de azt különböző kéziratvázlatokból stílus elemzéssel és tartalom elemzéssel
kellett megtalálnia ebben a sorozatban a helyét. Ez az 1950-es évek rákosista, sztálinista Magyarországának és működésének, kommunista hatalmi tobzódásának egy máig haszonnal forgatható szatírája. Én magam egy ilyen Orwelliádának neveztem el, mert valóban ő akkor már ugye nyugaton ismerte, Orwell 1948-ban írt 1984 című művét, mi még akkor nem hallottunk róla, tulajdonképpen ez egy magyar 1950 vagy 50-es évek, úgy kellett kéziratokból, folyóirat cikkekből összeállítanom nyomozó, valóságos nyomozó munkával. Sajnos ez sem kapható már talán egy újabb kiadás szintén megérdemelne, mert mai tanulságokat is bőven tartalmaz. És akkor Haraszti Mária melyik kiadónál, Médián kiadójánál jelent meg egy eddig legutolsó válogatásom Péri Dezsőtől Eszmék és Rögeszmék címmel, amelyből itt látok néhány darabot. Ennek az az érdekessége és különlegessége, hogy ezek 4-5 kivételével kéziratos munkáiból, leveleiből állítottam össze. Tehát korábban ezek az írásai sehol publikálva, sem folyóiratban, sem könyvalakban nem voltak. Az első két írása például Cserkésznaplója. Egy 1925-ös Cserkésznaplójával kezdődik valahol a Tátra, magas Tátrában, egy Szent Iványi birtokon. És például benne van az a nemzedéki önvallomása is 18 évesek címén, amit szintén én találtam meg Somorján a Fábri hagyatékban. 19 éves korában akkor még nem ismerte személyesen Fábrit. Fábri Zoltánnak küldte el véleményezésre. Aztán az útjuk egybe találkozott, ketté szakadt, ketté vált, aztán megint egybe találkozott. Tehát ennek a kötetnek ez a története, ez a jellege. Bőven lenne még miből. Tehát nincs egy életműválogatása van, életmű kiadása nincs. Külön kötetet megtöltene csak az 56-os publicisztikája. Az 56-os irodalomnak gyöngyszeme lehetne a Péri Rezső 1956-os írásaiból készített kiadás, és még így sorolhatnám sokáig, legyen most már az önök emlékezésé, én még a hátra maradt időszak. Nem tudom abba hagyni. Köszönjük neked az előadást, és külön hangsúlyosan köszönjük azt a munkát, amit a Péri Dezső felkutatása és publikálása érdekében tettél. Ugyanilyen lelkesedéssel csináltam. Ez valóban egyedülálló munka. Nagyon fontos lenne, hogy ezek a könyvek elkerüljenek a könyvesboltokba, az iskolákba, a könyvtárakba, és egy Péri Dezső kötelező tananyagként bekerüljön az irodalomoktatásba is. Ugye annak ellenére, hogy te magad már majdnem 30 éve foglalkozol lenni, azt hiszem, hogy az irodalomoktatásban még mindig nincs jelen. Még mindig nincs jelen, tehát legalább a szlovákiai magyar iskolában oktathatnák őt. Bízunk benne, hogy ezért ez csak el fog következni. Itt az a szokás, hogy ilyenkor... Újabb nemzedékek dolga lesz, úgyhogy... Az a szokás, hogy ilyenkor lehet kérdezni, de ha megengedik, én még egyetlen egy gondolatot ebből a Péri Dezső és Szalatnai Dezső levelezését tartalmazó könyvből elolvasnék.
valóban egy életfogytig van, hogy mondjam, életik végéig tartó barátság kötötte őket össze. Innen indultak el Pozsonyból mind a ketten, és Pényi Rezső Nyugat-Európába került, Szalatnai Rezső pedig Budapestre, és életük végéig leveleztek. Egy évben haltak is meg. Igen, az egyik év elején, a másik év végén. 1965. január 2-án írja ezt a levelet Pényi Rezső, Szalatnai Rezsőnek, hát ő már kint él Nyugat-Európában. Magamról röviden csak annyit, hogy 7 esztendő alatt, még sejtjeim megcserélődtek, semmit sem változtam felfogásban, szemléletben, életcélokban, az maradtam, aki voltam. Külföldön élek, akár Bacsányi és Mikes, vagy Kossuth, vagy Comenius, ám lelkem, eszméletem és minden idegszálam az elhagyott hazám, és a haza dolgain csüng talán jobban, mint valaha, és lényegesen tevékenyebb vagyok, mint oda haza voltam. Tehát ő kötelességének érezte azt, hogy bárhol is él a földön, vagy a világban, a hazai dolgokkal foglalkozom, vagyis velünk, az itt maradt magyarokkal, az életükkel, a lehetőségeikkel és a korlátozott lehetőségeikkel. Ezt tanulmányoztad, mert hát ez egy óriási munka, szóval tényleg nem lehet elég hangsúlyozni, ez egy életmű, amit csináltál te. De most azt szeretném megkérdezni, mikor te ezekkel a dolgokkal foglalkoztál, találkoztál-e Pényi Rezső kapcsolatát jelentő levelezésre, Keszler Balogh Edgárral, mert hát ő is a sarlós volt, és ő ugye innen, mert ugyanúgy itt volt, elkerült ő Erdélybe. A testvére Keszler Balogh Edgárnak ebben az évben halt meg, a Zaha Lígia, akinek a férje itt volt a Német Reál Gimnáziumnak az igazgatója, és aztán kerültek ki Keszler, bizonyos okok miatt mindenki valahol elment. Hogy milyen kapcsolatban voltak ők, tudod te ezt? A következő, ami szintén megjelentetésre vár, vagy földolgozásra vár, az Pényi Rezsőnek a levelezése. És a Pényi Rezső levelezése is olyan kincs, amely ugye olyan dolgokat tesz hozzá a korhoz, amelyek akár nem voltak publikusak, mert ilyen tilalom, olyan tilalom, amolyan tilalom diktatúrának tilalmai miatt, és ennek egy... Nem mondom, hogy tetemes, de fontos része a Balogh Edgárral folytatott levelezése olyan értelemben, hogy, és ebben a kötetében van Balogh Edgárról egy olyan esszéje is, amely bizonyos értelemben nem kíméli Balogh Edgárt, éppen azért, mert a sarlót bevezette a kommunista párt vizeire, aztán később ki is tiltották Csehszlovákiából, és élete végéig ezt nem bocsátotta meg neki, és amikor a közös ifjúságra és a közös barátságra és a közös emlékekre hivatkozva emlékezett rá, akkor is mindig egy ilyen pici restanciával, vagy személyiségkritikával tette, úgyhogy ebből a szempontból különösen érdekes, és világszemlék, tehát hogy hogyan csap össze, de időskorukban is két világszemlélet. A kommunista ideológia által öregkorára is bizonyos értelemben megfertőzött maradt Balogh Edgár, és a sarló és az ultrabalosság jármaiból egy rövid 2 év alatt szabadulni tudott, és a polgári értékekhez liberális és polgári értékekhez visszatérni tudott Pényi Rezső között. Még egy érdekesség itt, hogy ez a fiatalkori lázadása, ami a fiatalkori útja, ami a sarlóhoz elvezette őt, az részben a szociális érzékenységének köszönhető, ugye etnográfiai szocializmusnak is nevezte Fábri, tehát hogy a szlovákiai magyar vidékeket járták, gyűjtöttek meséket, népdalokat, fiatalokkal foglalkoztak.
aztán jött a gombaszörgi táborozása még minden rendben ment, és jött az 1930-as Sarló kongresszus itt Pozsonyban, ahol például Péri is az irodalom szerepéről, ő volt az irodalom felelőse, egy teljesen rappista és személyiség idegen és máig megmagyarázhatatlan szöveget mondott, de aztán ő volt az első, aki 32-33-ban már észhez tért, és Fárdi Zoltán bírálta a rappizmusa miatt, meg tehát ilyen leveleket írt Fábrinak, hogy téri észre, nem minden érték, ami baloldali, és hagyjál föl a nem tudom én Gergely Sándorok imádatával, írja a 20-valahány éves Péri, már akkor is fajsúlyosnak számító Fábri Zoltánnak. Lényege az, hogy mint ebből a Mari által kiderült, kiadott kötetben olvasható fiatalkori, 18 éves korában írt, spléles, hangulatú, önmagával meghasonlott polgára, ugye mikor lázad az ember, a családja, az apja, a szülei, meg mindenki ellen maga körül, hanem 15-16 éves korában. És például vannak itt nagyon érdekes utalások arra is, hogy a Béri Annának, a nagyanyjának köszönhetően nagyon erős nőuralom volt a Limbacher családban. Nem csak az apja tisztelete vezette őt a neve megváltoztatására, hanem a családja elleni lázadás is. Hát ugye ott volt a tekintélyelvű nagymama, a Péri Anna, az apa az idős, tehát az anyukájához viszonylag idős édesapa, aki alig volt otthon, az anyja, aki alig volt otthon, mert csendkész mozgalomba, egészségügyi előadásokat, stb. Tartani jár. És ő a két nővére és a nagyanyja között hánykolódott kamasz fiúként, és ebből bizonyos elég erős frusztrációi is támadtak. Tehát ilyen, befejezve, visszatérve a Való Gergárhoz, ő aztán, tehát nála nem a hit, hanem az ifjúság, ifjúkori lázadás vezette a baloldali mozgalmakhoz. A baloldali mozgalmaktól igazából sosem távolodott el, mert a szociáldemokráciának egyik bástyája vagy hívője lett. A liberalizmus, tehát a magyar 1848-as vagy 1800-as évek második felének polgári liberalizmusa, meg a 20. századi szociáldemokrácia, mint életelvek, életeszménynek egy különös keverékét alakította ki magában. Pozsonyi Magyar Gimnáziumban 1937-38-as évben Péri Rezső, a Limbacher Rezső volt a osztályfőnökünk, és ő tanította a magyar irodalmat, itt van a osztálykép, alá van írva Limbacher Rezső, és Szalatnai Rákel Rezső szintén, aki 6 éven keresztül történelmet tanított a magyar osztályunkban. Szóval csak ennyit szeretem volna mondani, hogy ilyen kötődés van. Milyen tanár volt? Jó, irodalmat tanított, és jó tanár volt, és a Szalatnai Rezső az még annyira élvezetesen tudott előadni, hogy mindenki megszerette a történelmet. Szóval főleg a magyar történelmet vetített képekkel mutatta be, és megbízott engem, hogy epidiaszkóp volt, amivel vetítettek, hogy mikor minden osztályban, amikor vetítés volt, én kezeltem egy epidiaszkópot. Szóval csak ennyit. Nagyon szépen köszönjük. Ha jól éreztem magát, és nagyon jól
teljesített az osztálya, akkor vonult át velük a cukrászdába, az iskola nem menti cukrászdába, mert hogy ő maga is imádta az édességet és a cukrászdajárást, de és a diákjait ezzel is jutalmazta.